Istent, Istennek dicsősége, szervusztok gyerekek! Nyisd ki a kezed, csuk be te nyered, nyisd ki a kezed, csuk be te nyered. Tapsoljunk hát egyet, kettőt, szépen szólót, szépen zengünk, nyisd ki a kezed, csuk be te nyered. Kulcsoljad össze, tedd az öledbe, hasd le a fejed, csukd be a szemed. Köszönjük szépen, jó Istenünk, hogy vigyázol ránk, s nagyon szeretsz bennünket. Te vagy a mi mennyei atyánk. Kérünk szépen, taníts minket a jóra, Jézus Urunk útjára. Ámen. Úgy várom már a szombatot. Miért várod? Azért, mert lakodalomba fogunk menni, az unoka tesóm férhez megy, és képzel, huszonos lány lehetek. Hú, de jó neked, Zsuska. Igen, szép hosszú ruhám lesz. Ugye csinálsz majd fényképen? Persze, majd megmutatom. Ma délután megyünk a ruhát felpróbálni. Olyan izgatott vagyok. Nagyon szeretem az esküvőket és a lakodalmakat. Na, ott olyan sok finomság van. Hát persze. A Bibliában is van egy nagyon csodálatos, különös lakodalom. Gyertek, elmesélem nektek. Sőt, tudjátok mit? Nem is elmesélem, hanem elindulunk. Lakodalom készül Kána a városában, sütnek, főznek, forgolódnak, mint a házban. Hivatalos Jézus is a lakomára, elkíséri 12 hű tanítványa. Üljünk mi is oda vendégek közé. Hú, látjátok, ott van a mennyasszony és a vőlegény. Ott van Mária is, Jézusnak az anyukája. Milyen kedves. És ott vannak a tanítványok is. Mennyi finomságot hoznak oda, néz. Hú, tényleg nagyon szép a mennyasszony. Ennyi finomat, de megkóstolnám én is. Nézzétek csak, ott van Mária is kínál. Valami baj van. Elfogyott a borunk. Mária oda megy Jézushoz. Fiam, ha elfogyott a borunk. Jézus azt válaszolta, hogy ez nem az ő gondja. Mária, hogy elgondolkodott? Azért föláll, nézzétek is oda meg, azt mondja a szolgának, ha mond nektek valamit a fiam, tegyétek meg. Mária várja, hogy valami történni fog. Jézus ott van kint, az előcsarnokban, 6 nagy kővedel van ott, látod? Jézus talán imádkozik, és elkezdik vízzel tölteni a kővedreket. Bent a sokaság semmit nem vesz észre, csak folyik az a sok-sok víz ebbe a 6 nagy kőedénybe. Rengeteg fér bele, egyenként 60 liter. Nagyon furcsálják, oda néz, nagyon furcsálják a szolgák vizet tölteni. De hát megteszik. Mária azt mondta, tegyék meg, amit Jézus kér. Most merítenek belőle. Visznek a vendégeknek. Öntik és megkóstolják. Vajon milyen íze lehet? Nézd, piros a színe! Bizonyám. Megkóstolja a násznagy. Visz a vendégeknek. Most kóstolja a násznagy, látod? A szolga, hogy fél. Mi lesz most? Oda néz! Nagyon ízlik neki! Boldog a szolga is. Csoda történt, gyerekek! A víz borrá változott. Azt mondja a násznagy, ilyen csodálatos bort még sohasem ivott. Mária ott csodálkozik. Adnak mindenkinek. Mások később adják a jó bort. De te igazán rendes vagy, megdicsérte a násznagy a vőlegényt. Mindenki megkóstolja. Látjátok, isznak belőle. Hó, de finom, de kár, hogy nem vagyok felnőtt, én is innék. Látszik, hogy nagyon ízlik neki. Jézus, milyen boldog. Bizonyám. Hatalmáról ittek Jézus bizonyságot, hittek benne látva ezt a tanítványot. Higgyed te is, nincs az Úrnál lehetetlen. Fordulj hozzá bizalommal szükségedben.
Hát, Melinda néni, amikor ott leszek az esküvőn, biztos, hogy eszembe fog jutni ez a történet. De csodálatos, hogy Jézus megelégítette a sokaságot. Látod? Bizony, bizony. Nem kellett szégyenkeznie a vőlegénynek meg a mennyasszonynak. Jézus csodát tett. Ez volt az első jel. Kánában, a galileai Kána városában. És ezentúl még nagyon sok csodát tett, megmutatva az ő isteni hatalmát. Higgyük benne mi is, és forduljunk hozzá bizalommal, bármilyen szükségünk van. Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. Megköszönjük, Urunk Jézus, hogy megsegítetted azt a mennyasszony és vőlegényt, és az egész háza népét. Nem kellett szomorkodni és szégyenkezni, hogy elfogyott a boruk. Te csodálatosan a vizet borrá változtattad. Öröm költözött abba a házba. Kérünk szépen, segíts nekünk is, tekints a mi szükségeinkre. Tudjuk nagyon jól, hogy előtted nincs lehetetlen. Mindig gondoskodó szeretettel fordulsz felénk. Köszönjük szépen, drága Jézus. Úgy legyen. Ámen. Ámen. Áldás békességet.